Egy irányú duma van, csak én beszélek. Na, hát eljött a te pillanatod, uram. Felkészültünk, begyakoroltuk, megtanultuk, levizsgáztuk. Mindent is tudunk elvileg, ugye? Mindent. Úgyhogy nem lesz most. Fölmegyünk és megmutatjuk, hogy néz ki ez a gyakorlatban. Tanuljatok valamit, uram. Jó, egy gyors kiugrás gyakorlást csinálunk itt a repülőn. Ha megállt, arra lesz időnk, idomjuk a kocsiot. Aztán indul a föld. Elé. Az irányt tartjuk, teljesen fölengedett fék, padlógáz, annyit húzza, amennyit mondott, jó? Bátran. Fönn van a fék, fönn van, fönn. Fej, vál, várjál, padló. Ez az, kicsit hamar meghúztad, gyönyörűen rá kell vezetni a földre, nagyon szép volt. Jó? Katit oda küldöm, megmutatja, hogy kell összeszedni az ejtőernyőt, rádiót kapcsol ki. Kati? Vagyunk Gabi harmadik ugrásán, 3,5-4 óra várakozás után végre felszálltunk, hogy most leszálljunk, ugye? Mert jön a viharcella, éjjel. Megy a fél szanyagba. Köszönöm, hogy
jó, gyerünk! Megint sose tapsolja, meg nincs senki. Ez sikerült ma. Egy gyors vágást követően átteleportáltunk egy másik repülőtér, másik repülőgép. Megpróbáljuk újra. Nézzük újra! Fönn van, bátran fönn van a fék, fönn, fej, vál, és szépen végighúzod. Ez a beszéd. Szép útra. Egyből tedd vissza a két tépőzárra a féket.
Eljött a pillanatunk. Mit fogunk látni? Kiugrok, 4 szaltó előre. 4. 4. Nem 3, nem 5. Igen. 4. Stabil, egy hátra. Egy, megkeresem a repteret, keresd be egy csúsztatás. Legyen 5-6 másodpercnyi legyen körülbelül. Jó. Igen. Legyen egy orsó még. Utána jössz. Lejövök szintre, keres meg, egy bekötés, és utána 2000 jel, 1500 világ megszakítása. Nyitatkozóra nincsen szükség, ugye? Nincs. Meg lesz. A mérőt nézem folyamatosan. Lássuk. Hát még jó, hogy nézed. Bizonytalanul nyúlkál a gyerek.